Az újdonság szerintem ahhoz képest, ami most van, és ahhoz képest, ami korábban van, gondoljon csak a Covid-járványra, hogy régen volt hova menekülni. Hát a 19. században ugye Magyarországról kitántolgott másfél millió ember. Hova ment? Amerikába ment. De most hova megy? Most nincs hova menni. Tehát ez a vicc az egészben, hogy jó, Afrikából jönnek milliók ide, de egy olyan helyre jönnek, ami majd ugyanolyan élhetetlenné fog válni, mint amilyen élhetetlen volt az, ahol voltak. Tehát nincs hova menni. Mint hogy a járvány idején is az volt a, a legdermesztőbb tapasztalata az embereknek, és ez fokozta a szorongást szinte elviselhetetlen e, fokig, hogy rájöttek arra, hogy nincs hova menni. A járvány mindüttől toléri őket. Jó, fölteszik a maszkot, rendben van. Jó, hogy bent vannak a házban, de a, a vírus ilyen értelembe véve nem ismer. E, határokat, bármikor lecsaphat, mint a filmben ugye a nyolcadik utasa halál. Tehát ez az újdonság, a globális krízisnek ez a lényege, hogy nincs hova menekülni. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, én Fekete Rita vagyok, a műsor szerkesztője, pedig Jobb Rodé, és nagy tisztelettel köszöntöm vendégünket itt a stúdióban, Csepeli Györgyöt, szociálpszichológust, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, mire kíváncsi? Az Értékek Ébresztése című könyve kapcsán hívtuk meg, ami most jelent meg nem olyan régen. És hát az első kérdés az adja magát, hogy miért és kinek íródott a könyv, és aztán beszéljünk arról, hogy milyen értékeknek az ébresztéséről is van itt szó. Két ok van. Az egyik, hogy ugye én szociálszolgával foglalkozom, már, nem is tudom, 40 éve. Tanítom, olvasom, kutatom, és Hanki elemére egyik előadásában még, még 30 vagy 40 évvel az ő találkoztam az értéknek a terminusával, Váriné Szilágyi Ibolya könyvében szintén az értékekkel foglalkozott, de valahogy az volt az érzésem így a évtizedek során, hogy nem találja meg az érték azt a helyet a szociálpszichológiai tudományán belül, amit megérdemel, mert Nekem úgy tűnik, hogy itt egy központi helyről van szó. Ugye a filozófia sokszor foglalkozik az értékekkel, de az túl absztrakt, nem hatol el az emberekig. És nekem, ahogy így haladtam előre az időbe, a tanulmányaimba, kutattam, oktattam, egyre inkább az volt a benyomásom, hogy az érték az a döntő láncszem, amelyen keresztül beláthatunk az emberi sorsnak a mélységeibe. Tehát ez egyik, ha úgy tetszik, saját belső tudományos fejlődésemnek a, a következménye, hogy neki láttam ennek a könyvnek. De van egy másik, lehet, hogy a kettő egybeesik, egy másik szempont is, hogy ahogy ugye hát megyek kifelé az életből, nem vagyok fiatal, egyre inkább úgy látom, hogy annak idején, amikor Nietzsche tragikusan felkiáltott, hogy meghalt Isten, és leírta azt a fantasztikus sötétséget és riadalmat, amit Isten halála az emberekben kivált, különösen az úgynevezett esztelen emberbe, aki elvesztette a térben és az időben a tájékozódását, és hihetetlen szenvedést fogalmazott meg a maga és a többieknek a nevébe. Tehát úgy érzem, hogy a Isten halála folytán bekövetkezett, bekövetkezett vesztesség, az az értékeknek a vesztesége az értékeknek a fenyegetettsége, az értékeknek a, a pusztulása, ami nem azt jelenti, hogy véglegesen elpusztulnak az értékek, hiszen itt nyilvánvalóan minden egyes nemzedékkel újra meg újra ö, felébred az a vágy, hogy keressék meg a jót, keressék meg a, a szépet, keressék meg a, azt, ami a boldogságot jelenti. De úgy látom, nincsen nyomán, hogy, hogy Egyre, egyre, kisebb lehetőség van erre. Tehát azért is írtam ezt a könyvet, hogy talán a reményt tudjam az emberekben, vagy az olvasóimban, amik nem nagy számban lehetnek, a reményt tudjam e, megerősíteni, hogy, hogy ne adják fel, és amikor mennek az utcán, nézik a televíziót, vagy e, értesülnek a legkülönbözőbb borzalmakról, amelyek sajnos hihetetlen mennyiségben záporoznak ránk, akkor ne adják fel a hitet, hogy, hogy Érdemes a jövőt abból a szempontból nézni, hogy merre kell menni, és merre nem szabad menni. Itt, amikor értékekről beszél, akkor egy univerzális értékre gondoljunk, vagy mindenkinek magában kell úgymond az értéket megtalálnia. Az értéknek ugye az a, az a bája, ahogy teszik tudományosan, hogy, hogy egyszerre kollektív és egyszerre individuális, de nem úgy kollektív, hogy éppen akkor, amikor valaki mondjuk kiválaszt egy tárgyat, ami neki tetszik, vagy elutasít egy viselkedést, ami nem tetszik, hogy ez csak az ő saját akaratából, választásából következik, hanem az érdekes az az értékekben, hogy bennünk úgy vannak jelen individuálisan, hogy tulajdonképpen az őseink is ott vannak. Tehát a kollektivitás az nem egy szinkron, hanem diakron folyamat, és ez a egyébként páratlan tulajdonság, hogy, hogy aktuálisan éli az ember az életét, maga meg én, de voltaképpen bennünk él mindenki, aki már meghalt azokon a választásokon és azokon az értékeken keresztül, amelyek most eljutnak hozzánk. És hát a mi választásaink pedig ugyanígy hatnak a következő generációra. Hát, amennyiben vannak utódaink, ezt. akkor feltétlen, de például ez is egy agasztó dolog, hogy kiveszőben látszik, legalábbis az a nyugati civilizációban kiveszőben látszik az a vágy, hogy, hogy átörökítsük saját magunkat. Mert ugye az átörökítésnek két szempontja van, az evolúciós szempont, az világos, a genetika. A génjeinket szeretnénk viszont látni, vagy, vagy átörökíteni, de az értékeinket is át kellene örökíteni. És nyilvánvaló, hogyha nincs genetikai örökítés, akkor nincs értékörökítés sem. És most úgy látom, hogy ez nincs már. Azt szokták még mondani, hogy mostanában nem divat, vagy nem szokás a fiatalok körében, hogy hogy végig gondolják, hogy mi az értelme az életüknek, mi végre születtek, hol, hol, ha nem is, hogy hol találják meg a boldogulásukat, de hogy mi az ő életüknek a célja, mi az élet céljuk. És nem tudom, hogy ön egyetérte ezzel, hogy a jelenlegi generációkban, vagy az elmúlt pár generációban ez egyre kevésbé fontos kérdés, hogyan látja ezt, mert láttam, hogy ön is foglalkozik ezzel a kérdéssel, vagy nehéz megtalálni a válaszokat, és lehet, hogy keresnék, hogyha könnyebben elérhető válaszok lennének. Ezt én úgy látom, amennyire meg tudom ítélni, hogy egy, egy sajnálatosan felgyorsuló folyamatról van szó. Tehát a modernizáció ugye, ami azt ígérte, hogy, hogy varástalanítjuk a világot, szembenézünk azzal a tényel, amit ugye Isten halálaként jellemzett, és saját magunkból csinálunk Isteneket, saját magunk lesznek magunk urai. Tehát a felvilágosodásnak ez a gőge, ez úgy tűnik, hogy megszületett, majd nyomban elkezdte önmagát felfalni, önmagát megsemmisíteni, és ilyen szempontból a modern élet az, az kipusztította, mint mondtam, a hitet abban, hogy érdemes transzcendens értékeknek a jegyében élni, és ilyen szempontból a mai generációt nem tudom hibáztatni, mert ők csak azt folytatják, amik a szüleik, nagy szüleik és az ő szüleik elkezdtek, vagy az ő idejükben elkezdődött, hiszen ha csak visszagondolok 1944-re, a holokasznak a tapasztalatára, amihez fogható értékpusztítás sem előtte, sem utána, remél, legalábbis remélem nem ment végbe, akkor azt kell lássuk, hogy tényleg nem csak a nulláról, a nulla alattról kellene újraépíteni a világot. Ugye egy nagy-nagy szembenállás van itt, mert amit ön is említ, hogy itt a 20. század első felében mik zajlottak, akár itt ugye csak ha Magyarországra gondolunk, és hogy honnan kellett felépíteni ezt az országot, ugye viszonylag egy viszonylag rövid idő alatt pedig itt van ez a fogyasztói társadalomnak nevezett valami, ahol már nem az értékeknek a keresése, inkább a birtoklás az, ami, hang, tehát ami a középpontban van, és olyan nagynak tűnik a szakadék a kettő között, hogy hogy, tehát, hogy, hogy nem is tudom, hogy itt az értékek nyilván elvesznek ilyenkor, nem? Vagy, a, vagy a csapda, a csapda, egészen ördögi, amit felvet, és erről írok a könyvemben. Ugye Heidegger azt mondja, hogy tulajdonképpen két nagy hagyára zajlott az értékek ellen a felvilágosodás óta. Az egyik volt a, a nemzeti szocializmus, a másik volt a bolsevizmus, de aztán hozzáteszi ezt a harmadikat, a fogyasztói kapitalizmus, az semmivel e, nem e, kevésbé értékelens, mint a másik kettő, csak sokkal ravaszabb, sokkal e, finomabb módon megy végbe az értékrombolás, mert magukkal, az emberekkel, romboltatja le az értékeket. Ugye nem kell koncentrációs tábor, nem kell gulág, hanem te saját magad, magad oldod el a hittől, hogy van valami magasabb rendű szél, van valami fontosabb érték annál, mint sem, hogy te aznap jól érezd magad. És ez a fogyasztói kapitalizmus. Tehát három nagy ellenségünk van, a két totalitáriánus, ami direkt, és ez a, ez a rejtett totalitáriánus szisztéma, a fogyasztói kapitalizmus, Amiről ugye azt hittük a rendszerváltás kapcsán, hogy na ez egy megváltás lesz. De hát most már nem tudom hány harmadik évtized telt el, ami nem egy kevés idő. És egyre inkább úgy tűnik, hogy semmit nem oldott meg. Persze nincsenek nyílt üdöztetések, a szabadság korlátozásának azok a látványos jelentei hiányoznak, amik mondjuk az én gyerekkomban is megvoltak. Gondolok egy, egy szétvert tüntetésre, gondolok egy betított könyvre, vagy egy, egy megalázásra az államhatáron. De ez a másik, ez a sokkal finomabb üldözése és megsemmisítése az értékeknek, ami zajlik nap, mint nap. Azáltal, hogy, hogy Elképesztő emberi egyenlőtlenségeket szabadított el az a rendszer, hogy nem vesznek ember számban tízezereket, százezereket, hogy átlépünk és halottnak tartunk embereket pusztán azért, mert arra kényszerülnek, hogy ott feküdjenek a földön, mert nincs neki hova menniük. Vagy kórházakban nem kapják meg megfelelő kezelést, és gyakorlatilag élő oltesként várják a, a végleges halált. Tehát ez a fajta közömbösség az emberi értékekkel szemben, az emberi élettel szemben, amit a nyakunkba szabadított az az újabb hát kis túlzása a fogyasztói kapitalizmusnak nevezett rendszer, mert egyeseknek ez fogyasztói kapitalizmus, másoknak meg fogyasztásmentes kapitalizmus. Tehát világosan kell látnunk, hogy a duskálás és az éhezés, az kéz a kézben járnak, éppen az egyenlőtlenség kapcsán, amit mondtam. Tehát valami teljesen új dologra lenne szükség, ami nem totalitáriánus, nem utópikus, és nem kizáró. De ugye erről még kevesen beszélnek, hogy ez probléma, tehát még a fogyasztói társadalmat tömegméretekben nem látjuk, hogy ezzel kapcsolatban kritikát fogalmaznának meg. És hát hol vagyunk akkor még a megoldástól? A megoldástól rettetesen messze vagyunk, még elfelejtettem mondani azt, csak fejembe volt, hogy a tulajdonképpen a külső szorító tényezők, amelyek ezzel a fogyasztói kapitalizmus a gazdasági növekedésnek ezzel a tulajdonképpen mániákus és kényszeres vágyával együtt jár, azt a saját életfeltételeinket semmisíti meg. Ugye hát most ülünk itt egy nagyon kellemesen temperált stúdióba, de hát ne csináljunk úgy, mintha nem tudnánk, hogy kint az utcán 39 fok van, és holnap lehet, hogy 40 fok lesz. Ezzel gondolok a klímaváltozásra. De mondhatom a migrációt, mondhatom a, a Európa keleti határain zajló teljesen értelmetlen és teljesen iracionális háborút. Mondhatom az Afrikából nap mint nap százezereket mozgásra kényszerítő és tragikus mozgásra kényszerítő migrációt, a vízhiányt. Tehát olyan válságjelenségek vannak a világban, amelyek együttvéve azt a fajta bizonytalanságot, ami mindig is volt, és erről egyszer beszéltünk már valamelyik ilyen adásban, azt a fajta bizonytalanságot, ami együtt jár az emberi élettel, ez az értékek fenyegetettségét is jelenti egyúttal, ez szinte már elviselhetetlenségig fokozta. A változékonyság, a bizonytalanság, a kétértelműség, ezek, ezek olyan jellegű együttjárói az életünknek, amelyek miatt tulajdonképpen teljesen kiszámíthatatlanná válik pozitív értelemben a jövő. Negatív forgatókönyv sajnos van bőven. És ha picit visszakanyarodunk az értékekre, ugye említette például az emberi életnek az értékét, hogy az mennyire fontos lehetne, és hogy mennyire nem látjuk ezt a gyakorlatban, akár még itt a mi jelen világunkban sem, mik még azok az értékek, amelyek elvesznek, miközben adhatnának egy értelmet az ember életének, adhatnának egy felsőbb célt. Én a könyvemben, amikor gondolkoztam erről a dologról, mert hiszen ezzel kezdem, akkor nyilvánvaló, hogy az életet állítottam első pontra. Az életet, ha úgy teszik, biológiai mi voltában. Tehát ez egy, ez egy evolúciós örökségünk, hogy mi, mint emberek, tulajdonképpen életre vagyunk ítélve, de nem arra a fajta életre, amire az állatok. Nekünk van egy plusz hozzáadott tulajdonságunk minden állattal szemben, és ez a szabadság. Tehát én tulajdonképpen a szabadság és az életnek a együttesét emeltem ki, és erre építem rá a könyvnek az összes többi gondolatmenetét. Úgy érzem, hogy mivel ez megvan, és ezzel egyedíthetetlen, ezzel együtt születünk, csak erre lehet építeni azt a fajta pozitív jövőt, amire próbáltam, vagy próbálok utalni a könyvben is. Ugye említette azt is, hogy az átörökítésnek az igénye, mintha kiveszőben volna, vagy csökkent az elmúlt generációkhoz, időkhöz képest, és ennek nyilván az okai pont abban keresendők, nem? Hogy ezeknek az értékeknek nem vagyunk, vagy a birtokában, a tudatában, vagy pedig ez a nagyfokú bizonytalanság, amiről szintén beszélt. Igen, Tehát de ezek az alap problémát abban látom, hogy nem vagyunk, hogy mit, hogyha nem akarnánk, nem akarnánk Visszakapni a szabadságunkat. Erik Fromnak van egy fantasztikusan jó könyve, amiben arról ír, hogy menekülés a szabadságtól. Ez számomra egy nagyon fontos könyv volt. És ez a modernizáció kritikának szerintem az egyik legfontosabb dokumentuma. És amikor gondolkoztam erről a könyvről, meg gondolkozom azóta is ezen a könyvön, akkor azt kell mondjam, hogy igen, ezt le kell állítani, ezt a folyamatot vissza kell fordítani. Nem menekülni kell a szabadságtól, hanem a szabadság szabadsághoz kell visszamenekülni. De minden egyes embernek ez nagyon fontos dolog, mert általában jövő, úgy képzeljük ezeket a társadalmi javító eh, eh, mozgalmakat, társadalmi javító eh, hogy mondjam, lehetőségeket, hogy hát van egy minden tudó párt, egy minden tudó mozgalom, van egy csodálatosan okos vezető, és akkor az majd helyetted megcsinálja a dolgot, és neked nincs más dolgot, mint hogy éljél a szabad és boldog élettel. De ez nem így van. Nem így van. Minden egyes embernek saját magát kell bizonyos értelemben felszabadítani, és ez az a, ha van valami, ami alapgondolat a könyvemben, akkor ez az. Látja a magyar társadalomban ezt a potenciált, hogy ezt az aktivizmust, hogy nem csak saját magát, mert ugye ez, ez, ez azt feltételezni, hogy egy ilyen alulról jövő kezdeményezés, lehet, hogy ez rossz szó, de hogy mégis magunkat aktivizáljuk ebben a helyzetben. Igen, Most meg azt látni, hogy a, a kényelem az nagyon sok mindent felülír. Én tulajdonképpen nem szeretem ezt a kifejezést aluljövő, felüljövő, mert ez ugye implikálja azt, hogy fönt van ugye aki mindent tud, és lent van a szerencsétlen ember, aki rászorul a felvilágosításra és a gyámkodásra. Én inkább a, a közelről jövő, a, a szomszédból jövő, az egymástól jövő, tehát a horizontális szempontot tartanám fontosnak, és ilyen értelemben nem hiszem, hogy bele érdemes menni a bajó, lehet, írok a könyvben erről hogy itt vannak olyan a kelet-európai eh, hovatartozásból adódó sors amelyek megnehezítik ezt a folyamatot, hogy visszavegyük a szabadságot, de csak megnehezítik, nem ellehetetlenítik. Tehát ilyen értelembe véve a, akár a mai magyar társamról beszélünk, akár Nyugat-Európáról, akár az egész nyugat, nyugati kultúrkörről, mert döntően azért a könyvnek a gondolatköre az ebben a civilizációs szférában mozog. Azt kell mondjam, hogy ez mindenütt érvényes. Hol könnyebben, hol nehezebben. Nyilván a Magyarországon most valószínűleg nehezebb a helyzet, de nem lehetetlen. Ha vissza akarjuk szerezni a szabadságunkat, az konkrétan gyakorlatilag hol lehet elkezdeni? Milyen, milyen ügyeknél, milyen, milyen pontokon? Hát az első dolog az, két dolog van, az első dolog az mindenképpen, hogy ugye csak az lehet beteg, akinek van betegség tudata. Tehát, hogyha ha, ha nem szembesülünk azzal a helyzettel, hogy ahogy most élünk, az folytathatatlan, akkor ugye reménytelen a dolog, akkor, akkor benne vagyunk egy, egy zsákutcába, és onnan nem tudunk kiszabadulni, csak akkor, amikor a halál megvált ettől. de az, az mondjuk nem egy megoldás. Tehát az első dolog az, hogy valamilyen módon szembe kell nézni ezzel, hogy a jelenlegi helyzet folytathatatlan, tényleg folytathatatlan, fenntarthatatlan, hogy így mondjam. A másik, hogy ezt a tudást, ezt meg kell osszuk a kortársainkkal, és ami még fontosabb, meg kell osszuk azokkal, akik most születnek és most nőnek bele. Tehát egy olyan nevelési szisztémára van szükség, de mindegy, családban, ez nem iskolai probléma, az is persze, de elsődlegesen családban zajló probléma, hogy ne a rossz forgatókönyvet vegye át a felnővekő fiú és lány, hanem a jó forgatókönyvet. Épp most fejeződik be egy doktoranduszomnak a, a munkája, amiben azt mutatja ki, hogy ezek a rossz családi forgatókönyvek, az alkoholizmus, az öngyilkosság, a depresszió, az erőszak, ezek milyen hihetetlen mértékig euh, folytatásra lelnek a következő nemzedékbe. Anélkül, hogy erre tanítani, senkit nem tanítanak arra, hogy verd a feleségedet nyilvánvalóan, de egy gyerek azt látja gyerekkorában, hogy a erőszak a családon megengedett, akkor ő is erőszakos lesz, nem beszélve súlyosabb sérelmekről. Tehát ezzel azt akartam volna mondani, hogy, hogy két aspektusa van ennek a ennek a, úgy teszik reformozgalomnak, az egyik az, hogy reformáld meg saját magadat, a másik, hogy reformáld meg a, a saját családodat, különös tekintettel a gyerekekre, ha vannak gyerekeid. És akkor ez a pozitív forgatókönyv, ez hogy néz ki? Tehát mik azok a pontok, ahol ez a szabadság érvényesülni tud aztán mondjuk a következő generációk Hát itt nyilván lehet. nem lehet receptet mondani, mert a szabadságnak ugye az a lényege, hogy előre nem mondom meg, tehát nem mondom meg, hogy te jobbra megyél, te balra menjél, te feküdj le, föl, hanem keresd meg a saját utadat. És ha ezt ez van, hogy keresd, keresd, a saját utadat, teted föl a saját kérdéseidet, és ne elég egy már készen kapott válaszokkal, akkor szerintem már elindulhatunk ezen az úton, amit mondok. Van egy érdekes fejlemény most ugye a mesterséges intelligencia kutatásban, ez a ChatGPT ezzel rengeteget foglalkozom, mert szerintem egy fantasztikus fejleménye a mai életnek, és nemrég kaptam egy érdekes SMS-t egy lelkész barátomtól, aki ilyen teológiai kérdéseket tett fel a Chad GPT-nek, és a Chad GPT tulajdonképpen tök normális teológiai szempontból normális válaszokat adott, de hihetetlenül lélektelen válaszok. Nem volt bennük hit. Na most azt akarom mondani tehát, hogy ne a Chad GPT-re bízzuk magunkat, hanem a saját magunk mondatait keressük meg, mert azok a mondatok, azok már készen talált mondatok, azokból soha nem lesz meg az a fajta út, amin el kell, hogy induljunk. Az én könyvem ilyen értelembe véve tehát azért lehet felszabadító már annak, a elolvassa, mert arra biztatja, hogy igen, legyen benne olyan bátorság, hogy visszaszerezve a szabadságot, saját maga ö, keresse meg a útját, azok annak minden kockázatával együtt, mert ez a fajta szabadság, amiről beszélünk, ez ugye semmire nem garancia. Tehát szembe kell nézni a kockázatokkal, szembe kell nézni a kiszámíthatatlansággal, szembe kell nézni a gonoszsággal, ami időnként keresztbe teszi a legjobb szándékoknak is, de hát az élet ettől élet, hogy, hogy nem előre megrágott ételt kell, hogy együnk. Amit ön mond, az azt feltételezi, hogy az embernek időt kell hagynia saját magára, meg kell ismernie először is saját magát, sőt, gondolkodnia kell a világ dolgain. Nekem meg is ütötte a fülemet, mikor mondta, hogy, hogy írta ezt a könyvet, és gondolkodott ezeken a dolgokon, mert ritkán hallani ezt a szófordulatot is ma már, mert erre nincs idő. Tehát az ember rohan, és mindig elfoglalja magát valamivel, így nem jut idő arra, hogy gondolkodjon. Igen, hát pont erről beszéltünk, hogy, hogy idő van, csak, csak föl kell ismernünk az időt. Tehát, hogy mondjam, nem szabad hagyni, hogy, 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 elveszítsük az időnket, és hogy külső kényszereknek engedelmeskedve állandóan időhiányban rohanjunk ide, oda, amoda, elfelejtkezve arról, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen hova is megyünk. Tehát az idő az megvan, csak csak elveszik ugyanúgy, mint ha elveszik a szabadságunkat, elveszik az időt, mint ez nagyon fontos dolog, amit mondta, hogy az idő és a szabadság azok ikertestvérek, mert az a fajta szabadság, amiről beszélek, az, az időigényes, nyilvánvalóan. Ahhoz kell idő, hogy felfedezzük azt, hogy mire vagyunk képesek, mit akarunk csinálni, és hogy végigmenjünk az úton, amit, válasz, amit választottunk, vagy megkeressük a válaszokat a kérdésekre, amiket kitaláltunk. Ilyen értelemben véve tehát igen, hát a saját lábunkra kell állni. Ha már említette az emmy és a chatgpt t és azt mondja, hogy fontosnak is tartja, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozzon, akkor hogyan látja, mert sokan azt mondják, hogy éppen a technológia, a digitális világ az, amely ezt a fajta időt és szabadságot elveszi. Hát nem tudom, hogy kik, kik, látják ezt, mert én, hogyha magamat is beleírta, hogy melyek a villamos, és látom, hogy mindenki ezt a, ezt a nézi e, mániákusan, és e, gyakorlatilag már saját nevére sem emlékszik, csak akkor, hogyha beírja a Google-ba, hogy ki vagyok én, és egy azt felismerő programból rájön arra, hogy azt éppen saját maga. Tehát ez a technológia, ez, ha csak, ha csak az önmozgását hagyjuk, akkor a legnagyobb veszélyforrás. De másfelől viszont a legnagyobb segítőnk lehet, hogyha tudatosan alkalmazkodunk hozzá. Itt megint arról van szó, amit mondtam, hogy a szabadságnak a visszavétele az jelenti azt, hogy saját magunkat tulajdonképpen szembe tudjunk nézni, saját magunkkal a gyerekeinket fel tudjuk készíteni erre az önálló életre, és ebben a folyamatban nyilvánvalóan a digitális technológia nagyon nagy segítséget jelentett, de csak mint eszköz. De ha... ha a eszközként nem használjuk megfelelően, és ez nem könnyű, meg nem könnyű, mert ezt meg kell tanulni. És erre még, még nincsenek igazi módszerek, annál is inkább nincsenek, mert borzasztóan gyorsan változik a technológia. Tehát egyelőre még nagyon nehéz megmondani, hogy ez a világ, amely a telefonon keresztül hozzám eljut, ez most önképpen az én szabadságomnak a, a elvevője, megrontója, vagy pedig segítője. Én szerintem mind a kettő és ez talán a legnagyobb megtanulni a digitális világban úgy élni, hogy az a fenntartható, szabad életnek legyen az eszköze, és ne a fordítottja. Hogyan látja, hogy a 21. század valamilyen tekintetben különleges, különlegesen terhelt, különösen bizonytalan vagy válságokkal terhelt időszak, régen is voltak ilyen válságos időszakok nyilván, de hogy így egymást követően ilyen világválságszerű jelenségek bontakozzanak ki, nem tudom, hogy ez mennyire volt eddig jelent. Jó, hát én nem vagyok egy tojnbi, tehát nem ismerem a, tehát nem tudnám a történelmet ilyen szempontból végignézni a több tízezer éves történelmet, de a mondjuk, Józan Paraszti észre azt tudom erre a kérdésre válaszolni, hogy olyan még soha nem volt, hogy 8 milliárd ember éljen ezen a bolygón. Olyan még soha nem volt, hogy ez a 8 milliárd ember élete közvetlen veszélyeztetve legyen az atomfegyverek folytán. A klíma folytán ebből a 8 milliárdból legalább 6 milliárdnak veszélyeztetett a élethelye, tehát rá lesz kényszerítve arra, hogy hagyja ott és menjen el valóban máshova. Tehát nem, a problémát nem abban látom, hogy, hogy nem lehet etetni ennyi embert, hanem inkább abban látom, hogy, 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 az élet terét tekintve ennyi embernek ez a föld jelenlegi állapotában valószínűleg nem tud nem tud igazán lehetőséget nyújtani, és ebből nem következhet más, mint, mint konfliktus. Tehát ilyen szempontból a, a globalizáció az egy új vonása a korunknak, a sok ember létéből adódóan, a sok veszélyeztetett ember létéből adódóan, és a eszközök tekintetében, amelyek ezeket a veszélyeket sajnos lehetőségből valósággá tudják változtatni. Tehát, hogyha ha ezeket a tényeket veszük alapul, amiket el is mondott, akkor azt elmondhatjuk, hogy persze lehet, hogy sokan így gondolták, hogy ők élnek egy különös vagy különleges, különcő korszakban, de hogyha feltételezzük azt, hogy ez a 21. század okozta kihívások, valóban új kihívások elé állítják az emberiséget, akkor erre meg kell, kell találnunk új válaszokat? Hát igen, mert ahogy mondja, ugye, hát igen, persze mindig voltak válságok, teljesen világos. Maga az ember ugye, ugye léténél fogva egy veszélyeztetett euh, speciész, de az újdonság szerintem ahhoz képest, ami most van, és ahhoz képest, ami korábban van, gondoljon csak a COVID-járványra, hogy régen volt hova menekülni. Hát a 19. században ugye Magyarországról kitántolgott másfél millió ember. Hova ment? Amerikába ment. De most hova megy? Most nincs hova menni. Tehát ez a vicc az egészben, hogy jó, Afrikából jönnek milliók ide, de egy olyan helyre jönnek, ami majd ugyanolyan élhetetlenné fog válni, mint amilyen élhetetlen volt az, ahol voltak. Tehát nincs hova menni. Mint hogy a járvány idején is az volt a, a legdermesztőbb tapasztalata az embereknek, és ez fokozta a szorongást szinte elviselhetetlen e, fokig, hogy rájöttek arra, hogy nincs hova menni. A járvány mindenütt ér őket. Jó, fölteszik a maszkot, rendben van. Jó, hogy bent vannak a házban, de a, a vírus ilyen értelembe véve nem ismer. E, határokat bármikor lecsaphat, mint a filmben, ugye a nyolcadik utas a halál. Tehát ez az újdonság, a globális krízisnek ez a lényege, hogy nincs hova menekülni. Fizikailag. És ugye én sokak, sok fiatal is, ahogy beszélgettek, sokan éppen emiatt nem akarnak részt venni úgymond az átörökítésben, emiatt nem akarnak gyermekeket vállalni például, mert hát érzik igen, mert ezt a fajta bizonytalanságot. Erre kéne rájönni, hogy, hogy persze kifele nincs hova menekülni, de befele azért megvan az út. Csak hogyha mondom olyan szocializációval vesznek részt, amiben nincs lélek, ami nincs érték, ahol elfelejtetik velük a létet, akkor be, előáll ez a helyzet, hogy akkor marad a, marad a hedonizmus, marad a kábítószer, marad a depresszió, tehát maradnak azok az önsorsrontó tendenciák, amelyeknek hát szemtanúi vagyunk. Na de ha már itt tartunk, ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ugye azt szokták mondani történészek vagy filozófusok is, beszéltem ilyennel eszme történésszel, hogy nyilván a Magyarországon, az szocializmus időszakában, úgymond az ateista nevelésben szocializálódottak, ugye volt ez a, ez a lélek nélküli nevelés, ami, ami csak a, a, az anyagról szólt. Hogyan látja hogy most Magyarországon, még ennek vannak esetleg ilyen maradványai? Akár, vagy pedig jön egy új áramlat, ami szintén ezt sugalja, csak máshonnan jön, más-más forrásból. Hát az első kérdés kapcsán azt, azt mondani, hogy persze látszólag Magyarország Mária országa volt ugye a, kereszténység védőbásája. De soha nem szabad elfelejteni, hogy akkor, amikor a Eugarisztikus Világkongresszus nem ezt, hanem a korábbit tartották Budapesten, ugyanaz a hónapban a Magyar Országgyűlés elfogadta az első zsidó törvényt, amihez ugye nem kell kommentár, mert azt követte a második, harmadik, és végül jött a holokaszt. Tehát ez a keresztény ország teret és lehetőséget biztosított egy páratlan tömeggyilkosság számára, amely Véleményem szerint tulajdonképpen elnyesett mindent, ami, ami az értékekhez vezető út volt akkor. Tehát azt akarom mondani, hogy amit most látunk, az bizonyos értelemben véve igen, ahogy mondtam, vissza kell venni a szabadságot, vissza kell venni az emberi méltóságot, és vissza kell venni valahogy a, a spiritualizmust. És látok ilyen tendenciákat a spiritualizmus ö, újraszületésében, ezek nem feltétlenül egyházi keretek között zajlanak. A spiritualitás ugye az egy olyan következménye az emberi szabadságnak, amely, amely tulajdonképpen egy olyan lehetőséget világít meg, vagy olyan lehetőséget ígér számunkra, amely bizonyos értelemben távol van, mint a csillagok, de hogy a csillagok is távol vannak, mégis, hogy látjuk őket közel vannak. Tehát a spiritualitás az, ami adhat fajta, igé, adhat fajta irányt adhat, valami, fajta fogózót, a bizonytalanságokkal szemben, amelyeket mondtam. Tehát ilyen értelembe véve nem aggódom. Ez van. Csak nyilvánvalóan ezt meg kell találni, de csak akkor, hogyha nem kifele, hanem befele nézünk. Szociálpszichológusként egyébként milyen ö, negatív folyamatot lát, vagy mit tart a leg... Problemásabbnak, legaggasztóbbnak most. Most olyan dolgokra is gondolok, hogy, hogy mondjuk itt van a szomszédunkban ez a háború, és nyilván egy háború egy társadalmat teljesen felforgat, megváltoztat, az értékeket is más, más szintre helyezi, amikor van egy ilyen létet veszélyeztető fenyegetés. Hogy vannak olyan folyamatok itt, mondjuk Európát, vagy de inkább Magyarországra szűkíteném le, amely aggasztó ön szerint, akár is szempont szempontból, tehát a társadalom egészségének a szempontjából? Hát erről beszéltünk már, hogy gyakorlatilag csak aggasztó folyamatokat látok, és a háború ilyen szempontból ezeknek az aggasztó folyamatokat, a betetőződése, és nem magától lett ez a háború. Hát előtte már voltak olyan előzmények, e, Oroszországban éppen a már emlegetett fogyasztói kapitalizmus visszáságai folytán, amelyek szinte beprogramozták azt, hogy annak a 100 valahány milliónak, akik ugye az Orosz Föderációban élnek, nincs más reménye, mint egy elképzelt birodalomnak a visszaszerzése, ami egy abszolút képtelenség egy ilyen birodalmat visszaálmodni, visszaszerezni. De hát ez csak azért volt lehetséges, mert egy hihetetlen kudasz történet kapcsolódott az ottani rendszerváltáshoz. Más kérdés, hogy ez a kudasz történet, ez se a semmiből jött, mert a Szovjetunió azt se adott nekik egy megoldást. Tehát ez a folyamatos felborulása a kívántosnak és a, a lehetségesnek, ahogy Bibó István írta, ez bizonyos értelemben véve előkészítette lélektalanilag ezt a, kényszerképzetet, hogy szerezzék vissza azt, amit tulajdonképpen soha nem volt az övék, de azt kell mondjam, hogy ez egy lecke, amit nem ártana megtanulni más nemzeteknek, amelyek szintén ebben, a, ebben az ellentmondásban vergődnek, hogy, hogy, nem tudnak kibékülni azzal, ami van, mert valami elképzelt lehetőséghez mérik magukat, ami viszont lehetetlen. Ezek a folyamatok úgy működnek egy társadalmon belül, hogy, hogy beszélnek róla, akár nyilván itt a modern eszközök, a média is tudja generálni ezeket a folyamatokat, és akkor eljutnak az emberek egy olyan szintre, amikor meg lehet tenni bizonyos dolgokat már? Az alap nyilvánvalóan az, hogy, hogy ha van egy, egy olyan frusztráció, ami nem csak az egyéneket sújtja, hanem a közösséget is, és a kettőt tulajdonképpen összefügg, mert az egyik erősíti a másikat, akkor ez sokkal könnyebben bekövetkezhet. Tehát ezért... Mondtam már az elején, hogy az egyéni szabadságot kell visszanyerni, az egyénben a szabadságérzést kell erősíteni, mert minél több egyénben gyökerezik meg ez az érzés, annál kevésbé van rá lehetőség, hogy egy olyan tragédia induljon el, mint amilyen tragédia elindult itt Kelet-Európában. Tehát, hogy, hogy ez a szabadság azt is jelenti, hogy ellenne tudja állni az esetleges tömegnyomásnak, amikor mondjuk többen gondolnak már. Messze menően, és akkor ugye, hát akkor egy olyan politikai rendszerben élnek az emberek, ahol nem azokat fogják megválasztani, akik ezt a fajta önelnyomást erősítik bennük, és ezt az őrítő vágyat gerjesztik bennük, hogy legyen az, ami egyébként nincsen, de szeretnék, hogy legyen, hanem a józanságot teszik meg alapmércének, és akkor racionális és józan embereket fognak választani, mert szabad, racionális, józan emberek azok szabad, racionális, józan embereket választanak. De fordítva is igazságos helyzet. Hát jön a nyár, jön a nyári szünet, és én azt javaslom minden kedves hallgatónak, hogy ha van idejük olvasni, már pedig legyen, akkor az Értékek Ébresztése című könyvet ne hagyják ki a nyári olvasmányok közül. Csepeli György, szociálpszichológus volt a vendégem, ez az ő ö, könyve, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy ennek kapcsán ilyen sok mindenről tudtunk beszélni. Én is kellemes nyaralást kívánok, figyelembe véve azért a hullámokat.